Amennyiben tetszett ez a videó, osszátok meg minél több emberrel ezt a linket, hogy eltaláljanak a csatornára, illetve támogassátok a munkánkat, hogyha megtehetitek és szeretnétek. Különböző módok állnak erre rendelkezésre a weboldalon. Köszönöm a figyelmet és halleluja! Üdvözlet mindenkinek, és 2022. szeptember 2-án, itt a második rész, persze ez lehet, hogy csak 3-án lesz látható, azonban ami fontos, hogy megnézzük ezt a Regina Duggan interjút, amit én már akkor, mikor láttam először, nagyon érdekesnek találtam, csak aztán valahogy elkerült a figyelmemből, elvesztettem, de most újra előbukkant, és én nagyon örültem ennek, mert már akkor is én gondoltam, hogy ez egy nagyszerű anyag lenne. Szóval a bevezetőről annyit, hogy elmagyarázza, hogy a viselhető technológiával az a probléma, hogy amennyire mi ismerjük ugye a technológiát, az nehezen összeegyeztethető az emberi szervezettel egyértelmű okok miatt, relatíve sérülékeny, még ezek a technológiai dolgok pedig ennek az ellenkezője. Azonban most létrejött egy új technológia, és megnyit egy új kapu, ez az, amit elmagyaráz. Well, a researcher at the University of Illinois, his name is Dr. Rogers. Szóval ez a Dr. Rogers az Illinois Egyetemen kitalált egy technológiát, amit most én nem nagyon értem pontosan, hogy mi, megnézheti, aki szeretné, majd feltöltöm ezt a videót, ha úgy alakul. De a lényege az, hogy szilikon alapú, és képes tágulni, meg nyúlni. Azt hiszem, hogy az ennek az előnye, hogy mikor a szervezetre vagy abba kerül, akkor képes annak a változásához alkalmazkodni, anélkül, hogy sérülne, vagy elveszteni a funkcióját. És ennek a hatására jött létre az, amit mi úgy ismerünk, hogy okos vagy elektronikus tetoválás. And what he did is he founded a company and they started making electronic tattoos. So I'm wearing one here on my arm. Amit ő visel ugye már itt az ő karján. This is a developmental system. Ez még kísérleti fázisban van, ez a rendszer. Made by MC10. And it has an antenna and some sensors embedded. És antennák, illetve érzékelők vannak ebbe beépítve. And what we plan to do is work with them to advance a tattoo that could be used for authentication. És szeretnének létrehozni, közösen dolgozva ezzel a céggel, valamilyen elektronikus azonosító rendszert. De amit mond a felhasználásról, illetve az előnyeiről, szerintem az az, ami szintén alátámasztja, amit az előző videóban mondtam, a demográfiáról, melyet ők megcéloznak. Now, it may be true that 10 to 20 year olds don't want to wear a watch on their wrist. 10-20 évesek nem akarnak már órát viselni a karjukon. But you can be sure that they'll be far more interested in wearing an electronic tattoo if only to piss off their parents. És szeretnének azonban elektronikus tetoválást, ha másért nem, csak azért, hogy bosszantsák a szüleiket. Teljes mértékben igazolva azt, amiről beszéltem, hogy az az új generáció, 20 éves korosztály vagy annál fiatalabb jelenleg, ez sokkal fogékonyabb a technológiára, hiszen a propaganda, az agymosás rajtuk sokkal nagyobb hatást fejthetett ki. A másik pedig az, hogy ők felnövekedvén az internettel együtt teljesen megszokottá vált számukra, hogy mindent elektronikusan vagy online intéznek. Még az életük nagy részét is ott online élik le, illetve a tevékenységek egy részét ott folytatják, sőt ott is dolgoznak vagy tanulnak most már. Amennyiben tetszett ez a videó, osszátok meg minél több emberrel ezt a linket, hogy eltaláljanak a csatornára, illetve támogassátok a munkánkat, hogyha megtehetitek és szeretnétek. Különböző módok állnak erre rendelkezésre a weboldalon. Köszönöm a figyelmet és halleluja!